Farkasíva Erzsébet a testületi ülésen összegezte, hogy a város az elmúlt két évben milyen új kihívásokkal került szembe, és ezekből milyen tapasztalatokat tudtak levonni. A polgármester arra is rávilágított, hogy ebből a nehéz időszakból tanulva milyen fő csapásvonalak mentén haladtak, mikor elkezdték megtervezni a 2022. évi költségvetést. Mint elhangzott, a stabilitást és a felelősségvállalást tartották szem előtt. A költségvetési összesítőnk tekintetében, ha pályázati források nélkül, amelyek elkülönített számlákon jelennek meg. Ha ezen főszesítőt nézzük, akkor 5 milliárd 745 millió 834 ezer forintból fog gazdálkodni városunk. Ha a pályázatokkal, bevételi kiadási főszeg tekintetében, hogyha a pályázatokkal együtt tekintünk a költségvetésünkre, intézményeinkben található pályázati forrásokkal együtt, akkor 16 milliárd 526 millió 368 ezer forintból gazdálkodik 2022-ben Makóváros önkormányzata. A költségvetést illetően parázsvita alakult ki a polgármesteri hivatal dísztermében. Mucsi Tamás települési képviselő azt sérelmezte, hogy az általa benyújtott módosító indítványokat egytől egyig elutasította a grémium, azok be sem kerültek a nyílt testületi ülés napi rendi pontjai közé. Dr. Hadik György erre adott válaszában rávilágított, a szóban forgó előterjesztéseket képviselőtársa csak levélben küldte meg, személyesen azonban egyetlen bizottsági ülésen sem volt jelen, hogy azokat közösen megvitathassák. Muncsi más ezen szóváltás után, de még a költségvetés megszavazása előtt indulatosan felállt és elhagyta a testületi ülés helyszínét, így a dk képviselő nem voksolt ebben a témában. A Grémium a továbbiakban elfogadta a Makói Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Makói Városgazdálkodási Kft. idei üzleti tervét, valamint döntöttek a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének illetményéről is. Ezek mellett megszavaztak több házi orvosi praxisban bekövetkezett változást és a makói óvoda nyitvatartási rendjét, utolsó napi rendi pontként pedig határoztak a polgármester béren kívüli juttatásáról. A testületi ülésen felmerült több témával részletesebben is foglalkozunk majd későbbi híradóinkban.